Csontozó késsel támadt a nála 31 évvel fiatalabb egykori párjára egy 68 éves kecskeméti férfi 2020. januárjában, mert a nő nem akart visszamenni hozzá. A vádlott és a sértett közös múltja 2017-ben kezdődött. Kapcsolatuk a vádirat szerint hullámzó volt. Voltak idők, amikor együtt éltek, ekkor a férfi biztosította a nő megélhetését, ám többször bántalmazta is őt. Ez vezetett végül a szakításhoz, tavaly évelején pedig a férfi úgy döntött, megpróbálja helyrehozni kapcsolatát a sértettel. A nő tartózkodási helyén tett látogatás azonban majdnem tragédiába torkollott. 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a megtámadott nő, de fennállt a veszélye annak is, hogy életveszélyes sérülés következik be. A vádlott ügyében ma tartottak előkészítő ülést a kecskeméti törvényszéken, amely során megszületett az ítélet. A 2020. január 1 napjától előzetes fogvatartásban lévő vádlott bűnös testi sértés büntettének kísérletében, amely a BTK 164 szakasz 1 és 3. bekezdésébe ütközik, és a 8. bekezdés első fordulata szerint minősül. Ezért a bíróság vádlottat 2 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség 3 nap gondolkodási időt tartott fenn az esetleges jogorvoslat bejelentésére. Ha a bíróság mai határozata jogerőre emelkedik, a vádlott legkorábban 3 hónap múlva szabadulhat, ugyanis büntetésébe beszámítják az előzetes fogvatartásban töltött időt is.